Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a pásztori képviselőtestület rendkívüli ülésén. A meghívóban kiküldtük a napirendeket. Ezekhez a napirendekhez képest van három új napirend, amit szeretnék felsorolni. Hetedikként kerülne napirendre a mikrohitelhez kapcsolatos kapcsolódó határozat meghozatala. Nyolcadikként az étkeztetési feladatokról egy javaslat, és kilencedik pontként civil szervezet támogatása, amit most nyújtottak be. Ezzel a három ponttal kiegészített napirendről kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet, úgyhogy most pótlom azt, amit az elején kellett volna mondanom, hogy heten vagyunk, és a képviselőtestület határozatképes. Ez meg ferde ez a képernyő, és bántja a szemem, de most is ferde. Na mindegy, ezzel nem játszunk el. Jó, minek után a rendkívüli testületi ülésen vagyunk, nem számol be a polgármester a két ülés között eltelt időszakról, hanem nekiállunk a napirendi pontok tárgyalásának. Az első az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázat beadása. Ez korábban, mindig elmondjuk, hogy korábban önhikiként szereplő támogatási rendszer. Idén már egyszer beadtuk, egy képviselőtestület, önkormányzat kétszer adhatja be ezt a támogatási kérelmet. 12 millió forintnál valamivel több olyan számlát tudtunk prezentálni, ami miatt jogosultak voltunk erre a támogatásra, és 4,7 vagy 4,3 millió forint támogatást ítéltek meg nekünk. Igen, 4,9 millió forint támogatást ítéltek meg nekünk. A második körben is beadjuk a pályázatot, hogyha erre a képviselőtestület felhatalmaz minket. Minek után a jogszabályi lehetőségünk megvan rá, ezért próbálunk minden egyes finanszírozási eszközt magunkénak tudni. Ezért készítjük el ezt a pályázatot. Van-e valakinek kérdése vagy véleménye ezzel kapcsolatban? Hogyha nincs, akkor kérdezem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, akik megtárgyalták ezt a kérdést, hogy milyen álláspontot alakítottak ki. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést is, 5 igen szavazattal támogatta. Köszönöm szépen, kérem szavazzunk a napirendről. Igen, köszönöm, a képviselőtestület 7 igennel elfogadta a napirendet. A város pénzügyi helyzetéről annyit szeretnék mondani, hogy továbbra is stabil, továbbra is a likviditási tervnek megfelelően gazdálkodunk. Tehát pont olyan pontossággal követi a pénzügyi osztály által készített likviditási tervet a napi számla egyenlegünk, mint ahogy a tavalyi évben, tehát reméljük azt, hogy az idei évünk is sikeres lesz, minden esetre mi mindent megteszünk ezért, ez csak minden alkalommal, amikor bármilyen pályázat vagy hitel benyújtása napirendre kerül, ezt mindig elmondom, hogy az egészet nézve el tudjuk ezt helyezni. Második napirendi pont, javaslat a pásztori tanúszoda helyének meghatározásával kapcsolatos döntésről. Azt már tudja szerintem mindenki, mert a pásztori hírlapban is megjelent, hogy pályázatot nyertünk tanúszoda létesítésére, ami a legjobb hír ezen a nyáron. Ehhez a Pásztó városának egy megfelelő méretű területet kell biztosítani. A két uszodát, a Tanmedencét és a 25 méteres medencét magában foglaló létesítmény nagyjából 1500 négyzetméter alapterületű lesz, és ehhez egy nagyjából 4500 négyzetméter nagyságú, azaz 0,45 hektárnyi területet kell biztosítanunk, ami állami tulajdonba kerül. Ez nagyon fontos kérdés azért, mert az üzemeltetés is állami üzemeltetés lesz. Azt minden kis önkormányzat vagy közepesen fejlett városvezetése tudja, hogy az úszoda fenntartás az a közepes fejlettségű városok lehetőségét meghaladó tevékenység, tehát nagyon sokba kerül, nagyon fontos, de nagyon sokba kerül, ezért nagy szó az, hogy ennek a terheit az állam magára vállalja, ezért cserébe ezt a területet kéri.
Különböző, az biztos, hogy a helyszín az a strand területe, vagy a strand területéhez kapcsolódó helyszín lesz. Az is már eldőlni látszik, hogy a Nagymező utca felüli része a strandnak, tehát a zsidó temető oldalán lévő területe. Az, hogy pontosan hová helyezzük, azt a képviselőkkel való előzetes egyeztetés során megbeszéltük, hogy azt még pontos rajzokon ábrázolni fogjuk, és érdeklődünk arról, hogy pontosan milyen a leendő tanúszoda szerkezete, hogy hogy kell azt a telekre illeszteni. Az viszont már most bizonyosan látszik, hogy a település rendezési tervünkben a beépítési szintet azt növelni kell, tehát hogy minél kisebb területet kelljen önkormányzati tulajdonból, állami tulajdonba átadni, és az is biztos, hogy a település rendezési terv előtt egy településfejlesztési koncepciót is ki kell dolgoznunk. Ez a tanúszodától egyébként független, azt mindenféleképpen meg kellett volna tennünk, de minek utána ez most sürgetővé válik, hogy a helyszínt le tudjuk adni és jelezni tudjuk, azért ezt meg kellett sürgetni, tehát erről a két napirendről szavazunk. Az előzetesen meglévő határozatban ez a 2-3-as napirend, hogyha jól emlékszem, a 2-3-as pont, vagy a 3-as pont, és akkor az 1-es pontot az pedig legközelebb újra. Az 1-es 2-es töröljük, és akkor a 3-asról szavazunk. Úgyhogy kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése vagy véleménye ezzel a napirenddel kapcsolatban. Hogyha nincs, akkor elsőként a pénzügyi településfejlesztési bizottságot kérdezem, akik kialakították a véleményüket, hogy miben maradtak. Káposzta Csaba szót kért. Köszönöm szépen. Hát a bizottság üléseken nagyon hosszas ideig a kuszodának a helyét. Biztos, hogy a strand környéke egyik legjobb, de a legeslegjobb az iskola mellett volna. Tudom, hogy ez anyagi okokba, de egy kört azért jó lenne, ha szaladnánk, hát ha meg tudnánk egyezni. Ez egy rövid időn belül szerintem mindenképpen ne vessük el, próbáljuk meg még egyszer, már hosszú ideig nem tudták értékesíteni, semmit ráépíteni, hát ha még bele tudnánk tenni, és ráadásul a klik az egybe van az állammal most ott a iskola mellett. Igen, azt, hogy a klik egyben van az állammal, azt tényként könyveljük el. Egyébként meg én elkönyvelem, hogy ezt Káposzta képviselő a nagy közönségnek futotta ezt a kürt, mert pontosan tudja, hogy Pásztorváros önkormányzatának 50-60 millió forintja a múltban nem volt, jelenben sincs, és a jövőben sem lesz arra, hogy területet vásároljon abból a célból, hogy azt átadja az államnak. A uszodát olyan helyre kell tervezni, ahol van saját területünk, és nem kell akkora összeget kiadnunk, amennyi nem áll rendelkezésünkre. De Csaba a közönségdíjas alakítását azt elmondhatta így a kamerába, és ez tök jó. Csaba, nem, számtalanszor megbeszéltük, hogy erre nincs pénzünk, annyi pénzt kérnek a tulajdonosok, önkormányzati tulajdon nincs városon belül, ami tulajdon van, az nem elegendő ahhoz, hogy az iskola, hogy a tanúszodát rárakjuk, mert hogy hiányzik a méretből körülbelül 5-10 méter, tehát lehet álmokat szőni, meg elmondani ilyeneket, csak nem jó, mert azt a képzetet kelti az emberekben, hogy van más megoldás, és nem azt választottuk. Ahová nem fér be egy tanúszoda, oda nem lehet berakni. Tehát persze a városon belül sokkal jobb lenne, nincs területe a városon belül, akkor a területe az önkormányzatnak, ahová oda lehetne rakni, és annyi pénze sincs, hogy más területét megvegye. Tehát a kívánságainkat meg azokat megfogalmazhatjuk, de attól még nem mennek előre a dolgok. Kívánságokat fogalmazunk meg, azt hiszem, hogy ennél nagyobb felelősséggel kell bírnunk. Csaba, gondoltam, de Oleg Gyuri bácsi megelőzött téged, ő kipihente magát a kórházban, és gyorsabb. Igen. Isten hozott egyébként körünkben, és köszönöm érintett szépen. Egészségben köszönthetünk újra. Hiányoztál, Gyuri bácsi. Igen. Én a pénzügyi bizottság határozatát szeretném elmondani. Bocsánat, de akkor előtte még a Csabának hagyjuk meg a szót, mert jó. Gondolom, hogy nem ezt ismertették. Jó, köszönöm szépen. Úgy érzem, nem a kamera miatt mondtam ezt. Úgy érzem, hogy a gyerekeknek azért a testnevelés órán, hogy minél gyorsabban elérjék a tanúszodát, ez volna a legjobb hely. És az, hogy most mennyibe azért egy kört még én is magámra vállalnám, hogy szaladnák ezekkel a tulajdonosokkal, mert hát valami ingatlant, vagy valamit fel tudnánk ajánlani, vagy egy minimális hitellel bevállalnánk, hogy esetleg, ha csak egy kis hajszálnyi esélyünk volna, én azt is megragadnám.
Nem mondom, hogy most sok esély van rá, de lehetséges, hogy van. Köszönöm. Az a baj, Csaba, hogy minimális hitellel nagy összeget nem lehet kapni. Tehát minimális hitellel minimális összeget lehet kapni. Nagy összeget meg nagy hitellel lehet kapni. Tehát ez a rossz hírem. Hátralévő életedben ezt még hasznosítani fogod, azt hiszem. Az, hogy a tulajdonosokkal futsz egy kör, tehát hogyha te tudsz olyan piacképes önkormányzati ingatlanokat, amiért el lehet cserélni úgy egy ilyen telket, hogy a város ne érje kár, csak azt szeretném mondani, hogy a vagyonvesztés az vagyonvesztés. Tehát, hogyha most te 50 millió vagy 60 millió forint értékű vagyont szembe tudsz állítani, akkor abból az 50-60 millió forintban nagyon fontos dolgokat lehetne pászton építeni. Tehát olyan területet kell odaadni az államnak, ami alkalmas arra, hogy uszodát építsenek rá, és még nem is kerül annyi pénzünkbe. Tehát lehet álmokról beszélni, csak nincs 50-60 millió forintunk, és hogyha lenne, akkor sem biztos, hogy arra kéne fordítani, hogy egy államnak megvásároljunk egy telket. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy miről beszélünk. Ha lenne bent a városban olyan terület, ahová fel lehet rakni egy uszodát, akkor én is azt mondom, hogy a tanuszoda minél közelebb legyen az iskolához. Teljesen normális. Sőt, azt is mondanám, hogy a tanuszoda minél közelebb legyen a városlakókhoz, mert vannak olyan időpontok, amikor a városlakók tudják azt használni. De mivel nincs ilyen területünk, és nincs arra pénzünk, hogy ilyen területet vegyünk. Egyébként az az érzésem, hogy teljesen valóságtól elrugaszkodott a beszélgetés, mert minek utána ez nem merült fel, mert nincs pénzünk, nem néztük meg, de arra a telekre szerintem a tanúszodát már nem lehetne rárakni. Tehát a sportcsarnok még ráfért volna, de a sportcsarnok ráfér arra a területre is, ahova az uszoda nem fér rá. Úgyhogy ennek olyanok a befoglaló méretei szerintem ez arra a területre nem is férne rá, de teljesen mindegy, nincs erre pénz, tehát oda kell raknunk, ahol van területünk. És ami elérhető, mert a Kishegynél van területünk, csak az meg annyira kiesik a forgalomból, meg a város bejáratánál, a TAR felé vezető bejáratánál is van területünk, de oda se lehet rakni, mert az már tényleg kiesik a forgalomból. Tehát ez, amiről komolyan szó van, a strand oldala, ez kb. 600 méterre van az iskolától, tehát megoldható akár, hogy gyalog menjenek a gyerekek az is, hogy szállítsuk őket, tehát ez az a pont, ahová ezt most el tudjuk rakni, de nyugodtan próbálkozzál valamilyen megoldással, és hogyha találsz valami olyan megoldást, amit az önkormányzat anyagi helyzete is, és az észszerűség is alátámaszt, akkor beszéljünk róla, de addig azt javaslom, hogy ezt a napi rendet fogadjuk el, ami a településrendezési tervvel kapcsolatos, és a következő testületülésre, vagy rendkívüli testületülésre befogjuk a pontos alaprajzát ennek az uszodának terjeszteni, és akkor azokat a kérdéseket is megválaszoljuk majd, amik most a bizottság ülésen felmerültek, nevezetesen, hogy nyitható-e az oldal az uszodának, vagy sem. Annak abból a szempontból van jelentősége, hogyha nyitható az oldal az uszodának, akkor fontos, hogy zöld felület legyen mellette, hogyha nem nyitható, akkor lehet utcafront is, mert akkor az nem releváns. Kérdezem akkor Gyuri bácsi, most, hogyha nincs senkinek hozzáfűzni valója, hogy a pénzügyi településfejlesztési bizottság. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság megtárgyalta ilyen hosszan ezt a kérdést, és a kiegészítés, amit a polgármester úr elmondott, hogy mindenképpen be kell illeszteni, és még egy kört fussunk azzal, hogy egy rendes előterjesztés kerüljön elő, ami pontosan fogja rögzíteni a helyét a uszodának. Mindenképpen támogatta, négy igennel, és magam részéről pedig annyit szeretnék hozzátenni, hogy a uszoda nagyon fontos a város számára, nem szabad kifutni az időből, nem szabad, hogy más megelőzzön, tehát minél hamarabb dönteni kell a kérdésben. Igen, köszönöm szépen, nincs ilyen veszély. Egyébként tényleg majdnem minden testületi ülésen megkérdeztek, hogy mi lesz az uszodával. Tehát ez egy jó hír, és ezt a hír bejelentését az pont gyengélkedve töltötted, úgyhogy akkor ez most igen. Segít regenerálódni egy kicsit. Jó, a bizottság pedig támogatott. Támogatott, igen. Jó, emlékeim szerint is így volt, akkor kérem szavazzunk.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. Egyébként miért nem a strandon tartunk kihelyezett ülést a Nagymedencében? Nekünk már a lábunk is lejjebb. Ez csak úgy eszembe jutott, hogy a hőmérsékletre való tekintettel az nem lenne rossz. Hármas napirendnél tartunk. Előterjesztő Farkas Attila, ez az alpolgármester úr, ez az előterjesztéssel kapcsolatos változás, tehát nem én vagyok az előterjesztője. Javaslat zenei fesztivál megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára. Attila ennek az ismerője ennek a kérdésnek, úgyhogy ki akarod egészíteni? Nagyon röviden csak akkor azt szeretném jelezni még egyszer, hogy a határozati javaslatban az egyes pontból kerüljön ki ez az egész napos működés, hogy a rendezvény szervezői bárpultot működtetnek egész nap, ez csak a rendezvény idejére vonatkozzon. Attila, két mondatot szóljál arról, légy szíves, hogy miről beszélünk. Jó, a következőről a szó, augusztus 25-én és 26-án lesz egy ilyen fesztivál a strandon. Ez a Mátraja Fesztivál, ugye két évvel ezelőtt sikeresen megrendezésre került, ugye tavaly nem Pásztón volt, és idén sem lesz ugye Mátraja Fesztivál, és az önkormányzat gondolkodik egy nulladik évben, hogy megpróbálkozunk mi egy saját szervezéssel, és hogyha sikeres lesz, akkor jövőre egy több napossal is. Most pedig egy pásztori vállalkozóval közösen rendeznénk egy kétnapos fesztivált. A pénteki napon egy esti óráktól kezdődően egy strandi szabadtéri diszkó lenne, a második nap, ami a szombati, az önkormányzati rendezvény lenne, az pedig egy retro fesztivál lenne a Mátra kapujában, 5 fellépővel, és azután pedig retro diszkó. A belépő az úgy fog működni, hogy mind a két napra külön-külön lehet majd vásárolni 2000 forintos belépő jegyet, viszont ha valaki elővételben megveszi, akkor 1500 forintért naponként ezt megteheti, vagyis ha mind a két napra vásárol, akkor 3000 forintért. A rendezvény, mint mondtam, augusztus 25-én és 26-án lesz, hogy jegyeket elővételbe körülbelül egy hét múlva már lehet kapni. Jegyeket elővételben ez az interneten meghirdetésre kerül. A Facebookon is folyamatosan megy most már az esemény reklámozása. És nem akarom elárulni mind az 5 fellépőt, mert a Facebookon úgy van felépítve egy kampány, hogy minden héten egy újabb előadót közölnek, hogy ki lesz az, én most ezért az 5 előadót nem sorolnám fel, főleg azok után nem, hogy most így fejből emlékszem, hogy melyik az a 3, amely már nyilvánosságra került. Hogy köszönöm szépen. Hát én meg egyáltalán nem tudom, ezért nem trélerezek. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor erről a fesztiválról beszélünk. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta meg, de előtte még szót kér Káposzta Csaba és Volek Gyuri bácsi. Jó, köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy a Mátraja Fesztivál hogy megszűnt, így a Mátrakapu Fesztivált, így nagyon megköszönöm én is a képviselőtársamnak és a polgármester úrnak, mert a fiatalok körében az egy nagyon nagy űr volt a tavalyi évben, hogy nem nagyon volt ilyen szervezést, úgyhogy szerintem ezt a fiatalok nagyon várják, mindenki mondja, hogy alig várja, hogy ha akik nem is Pásztón laknak, vagy csak ide kötődnek, hogy utána ide vissza tudjanak jönni, úgyhogy nagyon örülök, hogy van neki, köszönöm. Köszönjük szépen, Gyuri bácsi. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal támogatja azt. Magam részéről annyit szeretnék kérni, hogy itt van egy ilyen kitétel a beadványban, a tervezett vendéglátáshoz megfelelő hangtechnika, ez annyit jelent, hogy a hangerővel kapcsolatban ugye esetleg volt már előzetesen is az előző fesztiváloknál is probléma, hogy ezt a figyelmébe ajánlani a szervezőknek, hogy megfelelő módon a szükséges és elégséges hangtechnikát alkalmazzák, nem pedig túlságosan erősen. Igen, köszönöm. Erősen vannak olyan emberek, akik éjszaka ilyen szeretnének. Köszönöm, ez a legutóbbi fesztiválnál merült fel, ez a hang probléma, úgyhogy ennek kapcsán a szervezővel beszéltünk, mert a korábbi fesztiválnál ilyen nem volt, tehát korábban már volt 2 vagy 3 ilyen rendezvény, ezen az oldalon is volt már színpad, a másik oldalon is volt, az akkor nem volt zavaró, úgyhogy megbeszéltük a szervezővel, hogy úgy állítja be a színpadot, hogy a korábbihoz hasonlóan kevésbé menjen ki a hang a külső részre, úgyhogy erre felhívtuk a figyelmét, kérem szépen szavazzunk.
Igen, a képviselőtestület hétigen szavazattal egyhangulag elfogadta napirendet. Ötös pontnál tartunk. Javaslat. Ja igen, arrébb raktam. Javaslat az MNS pályaépítési programjához kapcsolódó kisméretű rekordtámpája építése című pályázatról. Tehát egy rekordtámpája építésére pályázunk újra. A pályázatot benyújtjuk az MLS-hez, vagy a Kézilabda Szövetséghez, nem is tudom, hogy melyik a kettő. MLS-hez. A pálya helye hasznos lenne. Most úgy nyújtjuk be ebben a pillanatban, hogy a Várúti játszótér adja a pálya helyét. Legrosszabb esetben ide is fel lehet a pályát építeni, mert kifér. Abban az esetben, ha hozzá tudunk jutni az általunk tulajdonolt és használatra átadott területhez a régi focipálya környékén, akkor még egy lehetőség van arra, hogy ezt a pályát egy módosítással áttegyük oda, a korábbi rekordtan pálya esetében is ez megtörtént. De ahhoz, hogy a pályázattal indulni tudjunk, kell egy hely, ami most jelenleg a mi tulajdonunkban van, úgyhogy ez az előterjesztés a Várútról szól. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Karcsi? Igen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Jó volt, képviselők kérték, hogy legyen tájékoztatás erről, ennek a pályának az elhelyezéséről. Azért nem határozott javaslat és döntés, mert hogy az MLS-nél mostan egyelőre bent döntésen, hogy elnyerik-e ezt a pálya megépítési lehetőséget. A javítás az előző napirend, az úszoda kapcsán, mert nem pályázatot nyújtottunk be, hanem a kormány határozott, de csak mellékes, csak a történeti hűség kedvéért azt is el kell, hogy mondjuk. Így van, valóban az merült fel a képviselőtestületben, hogy bár a Várutat hangzott el javaslatként, ez a kis zöld terület, a formapokat is meg szokták tartani, de szerencsésebb lenne, hogyha és amennyiben visszakerül hozzánk a terület, és sajnos a folyamatok a kalandpark kapcsán, ezt el kell mondani, hogy ez elég nagy rá a valószínűség, hogy ez visszakerül hozzánk, és újra a területet, amit átadtunk az Egyesület számára a kalandpark kialakítására, azt újra nekünk kell, ha a jogi dzsungelen átvergődünk, mert ugye ott lesznek jogi következményei, hogy sajnálatos módon így alakult ez a pályázat, vagy ennek a kialakítása, de ha átadjuk magunkat, akkor remek lehetőség lesz arra, hogy azon a mi fejlesztési elképzelésünket meg tudjuk valósítani, és ennek egyik eleme, ha már úgyis ott van az öltöző, vagy épültek ott olyan ingatlanok, vagy olyan felépítmények, amik közösségi célra rendkívül jól lehetne használni, akkor elkezdjük azt a területet fejleszteni, és ennek első eleme egy rekordtános pálya megszületése lehetne, de amit el tudunk képzelni, az remek helyszín lehetne, akár kis színpad, tűzrakóhely, játszótér, tehát rengeteg hely, hogyha lesz a pályázati lehetőség, ezeket is elkezdenénk megvalósítani. Ezért is jó, hogy a úszoda kapcsán is itt most a bizottság ősen hosszabb vitát tartottunk. Egyrészt az elhelyezés, de kettő ott is, ahogy ez nem hangzott el egy ebben a formában, hogy a legfontosabb szempont például számomra is, de a képviselőtestület is így volt vele, hogy megpróbáljuk a szolgáltatást, a strandi szolgáltatást, az úszodai szolgáltatással egybekötni olyan szinten, hogyha különböző is üzemeltető, de igénybe tudja egymás szolgáltatását. Ezen folyik a vita, de akkor, hogyha jól értettem, akkor a következő testületesen egy pontosabb hivatali állás, vagy városvezetői javaslattal ezt meg tudjuk oldani, vagy dönteni tudunk. Visszatérve ehhez pedig bárkinek egyébként a városlakók közül is bármely jó javaslata van, amit ezen a területen el tudnak képzelni, mint egy szabadidősi jelleggel, ami érdemes lenne fejleszteni, akkor azt viszont örömmel veszünk. Most viszont a legfontosabb az, hogy akkor pozitív legyen a döntés az MLS-nél, és ezt a pályát akkor végre ki tudjuk alakítani, mint első eleme egy nagyobb álom megvalósításának. Jó, köszönöm. Legalább a 80%-át értettem annak, amit mondtál. Azon nem folyik vita közöttünk, hogy az átjárhatóság biztosított legyen. Tehát abban közös nevezőn vagyunk, hogy amennyiben az úszoda üzemeltetője ugyanúgy, ahogy máshol lehetővé teszi a város lakosságának is a használaton túli időben a strand üzemeltetését, vagy a úszoda üzemeltetését, akkor azt úgy kell megoldani, hogy a stranddal közösen ez üzemeltethető legyen. Tehát, hogy az átjárhatóságot és a
a egységes jegyrendszert biztosítani tudjuk. Ebben nincs vita közöttünk. Vita csak abban van közöttünk, hogy hogy lehet a legnagyobb hasznot elérni, úgy, hogy az uszoda is megépüljön, és a területeink is megmaradjanak. Mert ez a probléma, tehát, hogy úgy épüljön meg az uszoda, hogy a jelenlegi strand területéből ne kelljen 4500 négyzetmétert az államnak átadni. Erről folyik a vita, de ezt egy tervrajzzal a következő testületülése alá fogjuk támasztani. A többivel meg teljesen egyetértek, tehát nagyon jó lenne abban gondolkozni, hogy olyan terület, ami először perspektívikusnak tűnt, utána a kétségbejtőnek, az újra perspektívikus lehessen. Tehát most hasznosról beszéltem. Tehát az első lépés az, hogy be kell adni a pályázatot, úgyhogy ezzel kapcsolatban van-e Csabának kérdése, Káposzta Csabának, válaszolok is. Azt szeretném megkérdezni, hogy 2 évvel ezelőtt ugyanilyen pályát építettünk, és most 6 millió forinttal drágább, hogy ez több mint 20%-kal, hogy ez... Mondhatnám azt, hogy az életszínvonal, de amikor 2 évvel ezelőtt építettük a rekordtán pályát, akkor abban nem kértük a díszburkolatot körül, nem kértük a kerítést, és nem kértük a világítást, azt saját magunk oldottuk meg, és elég sokat vacakoltunk vele, úgyhogy ezért most ez egy teljes terv, és ez ezért kerül sokba. Tehát az úgy történt. Igen, további kérdés? Egyébként meg lehet, hogy meg lehetne építeni olcsóbban is, de hogyha azt nézzük, hogy mennyi az önrész, akkor az biztos, hogy sokkal kevesebb így, mint amennyibe kerülne. Tehát jó ezeket a megoldásokat igénybe venni. Tehát. Gyuri bácsi, van egy képviselő úr, bocsánat, igen, hogy ne privatizáljak itt. A pénzügyi település fejlesztési bizottság megtárgyalt az előterjesztést, és 4 ilyen szavazattal támogatja az előterjesztést. Határozati javaslat nincs, akkor erről nem is szavazhatunk. Tájékoztatás, a tájékoztatást elfogadtuk, arról szavazhatunk. Szerintem szavazunk, hogy a tájékoztatást elfogadtuk. Ezzel a jegyző úrnak okoztam egy kis problémát, nem baj. Azt hiszem fel fogod tudni, ja, és én nem nyomtam meg a gombot. 7 igen szavazattal. Bármi is történt, az 7 igen szavazattal történt. És akkor most rátérhetünk az 5. napi rendszerre. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon szemét technika, hogy a saját hibáját az ember másra nyomja át. Gabi az előterjesztője, Oláni Csákvári Gabriella, a Pásztor és környéke hősei című könyv megjelentetésének támogatására tett javaslatra. Gabi, akarsz szóban kiegészítést tenni? Nem. Van-e valakinek ezzel kapcsolatos kérdése, véleménye? Van-e képviselő úr? Én szeretném véleményemet elmondani ezzel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy ez a kis monográfia megjelenik majd. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az első világháborúban részt vett és hősi halált halt katonák és az ott hőstetteket végző pásztoriakról megemlékezik. Már hasonló a 60-i járásban is megvan ez, meg a Zagyva völgyében lévő településeken. Úgyhogy ez azt hiszem már a 4. kiadás lesz, ha jól tudom. És ebben az esetben pásztori emberek is megérdemlik azt, hogy említésre kerüljek. Sok ember, akinek ki van írva a neve, a családtagjai vagy hozzátartozói nem is nagyon tudják, hogy milyen hőstettet vett végre, véghez annak idején az első világháborúban. Úgyhogy én mindenképpen támogatom, és a bizottság is támogatta 5 szavazattal. Igen, köszönöm szépen, akkor azt szeretném hozzátenni, hogy ez szintén egy pályázat, ami lehetővé teszi ennek a könyvnek a kiadását. Az önerőt biztosítja a város az művelődési központon keresztül ennek a kiadásához, ami 150.000 forint. Tehát ennyit szerettem volna hozzátenni, hogy a város lakók is tudják, hogy pontosan miről van szó, és akkor kérem szavazzunk. Hát a Dömsödinek a gombja, igen, 7 igen szavazzalak
szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Hatos napirendnél tartunk. Önkormányzati lakás kiutalására két darab javaslat, úgyhogy két darab határozat van. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Nincs. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság jelenlévő képviselőjét, Volek Györgyöt kérdezem, képviselő urat, hogy milyen állást foglalt el a bizottság. Lakás kiutalással kapcsolatban. Igen, egyes, kettes határozat. Egyes határozat, a Mikszánt Vicc Kválmalincium kérése a francia tanár részére, hosszabbítást kért Szinger Nikolasznak, és ezt támogatta az önkormányzat mindenképpen. A második határozat pedig Kökény Zsuzsanna pásztori pályagazdálkodási Kft. Dolgozója nyújtotta be. Szintén támogató javaslatunk van, de fölhívjuk a figyelmét, amennyiben ugye, ha nem tartózkodik két hónapnál további pászon a lakásba, akkor köteles ezt írásban bérbadó részére bejelenteni. Ez a lényeg ennek a határozati javaslatnak, amelynek a harmadik pontja mondja ki, vagy második pontja ezt mondja ki. És egy évre 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig adjuk a lakást bérbe. Köszönöm szépen, kérem szavazzon. Igen, a bizottság, Gyuri bácsi. És az önkormányzat támogatja, az kiderül most, a szavazás után ne menjen senki messzire, az első határozati javaslatról van szó. Gyuri bácsi, most te nem nyomtad meg elég erősen. Igen, 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta, és a második határozat, kérem szavazzunk. Igen, köszönöm szépen. Egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. 7. napirendi pontnál tartunk. Az előterjesztő megint a polgármester úr. Mikrohitelhez kapcsolódó határozati javaslat módosítása, ami a szempontrendszert, az odaítélés szempontrendszerét illető határozati javaslat. Jó, köszönöm szépen, csak egy rövid kiegészítés, mert az utóbbi testületüléseken már sokszor volt a kamera előtt is szó a mikrohitelről. Itt azért van szükség változtatni a szempontrendszeren, mert hogyha belekerült a szempontrendszerbe múltkor egy olyan pont, hogy aki már igényelt mikrohitelt, vagy aki nem igényelt, az kapott plusz 5 pontot érte, és ez ugye ez hátrányosan érinti azt, aki már igényelt, de becsületesen visszafizette, és ne adj Isten még 40 fölötti vállalkozó, és akkor nagyon nehéz lett volna neki azok annyi pontot összeszednie, hogy az önkormányzati szűrőrendszeren átmenjen, mielőtt a vállalkozás fejlesztési alapítványhoz kerül. Ezért javaslat szerint 2 új pont került bele a szempontrendszerbe, és ugye erről a bizottság ülésre beszéltünk, hogy egyik az egyik pont a következő, hogy amennyiben volt mikrohitele, de problémamentesen visszafizette, akkor jár neki plusz 5 pont, illetve még egy olyan pont került be, 22-nek, hogy a vállalkozás célja pásztorváros fejlődését, illetve javát szolgálja. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm szépen, akkor erről szavazunk. De előtte megkérdezem a pénzügyi és településfejlesztési bizottságot, akik tárgyalták, hol egy képviselő urat. Tisztelt képviselőtestület, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja 5 szavazatával. Köszönöm szépen, kérem szavazzunk. Hát, 7 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm. Következő napirend a étkeztetési feladatok biztosításáról szóló javaslat. Előterjesztő Bartus László osztályvezető úr. Laci, kívánod kiegészíteni? Röviden, hogy ugyanegyről van szó, azért nagyon jól van. Igen, ez év június 15-ig volt a szerződésünk Honnál László egyéni vállalkozóval, aki biztosította a pászta egységet gyújtanagolni a Múzefona intézmény gyermekek a lakóinak étkeztetését, illetve ellátottjainak étkeztetését.
Ugye ez a szerződés megszűnt, és szeptember 1-től ismét vállalkozót keresünk, aki ellátja ennek az intézménynek az étkeztetését. Négy ajánlatot kértünk vállalkozásoktól, illetve intézménytől. Kettő ajánlat érkezett erre a feladatra, megoldására, ez pedig a egyik Margit Kórház, másik pedig Molnár László, aki most is biztosította ezt a szolgáltatást. Ugye itt az a döntő tényező, hogy melyik az a vállalkozás, az intézmény, aki nekünk kedvezőbb áron tudja biztosítani ezt a szolgáltatást. Molnár László 70%-os rezsi kulcsot határozott meg, a kórházon pedig 90%-os rezsi kulcsot. Úgy, hogy ő nem tudja biztosítani az intézményben lévő tálalókonyha üzemeltetését, szemben az egyéni vállalkozóval, aki ezt viszont biztosítja, ezen a 70%-os rezsi kulcson belül. Tehát elég könnyű a döntés a testületnek, könnyű helyzetben van, hiszen egy lényegesen kedvezőbb ajánlat az egyéni vállalkozói, úgyhogy erre teszünk javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Illetve Sóga, jelzünk elnézést kérek, hogy egyébként pedig az intézmény nagyon meg volt elégedve az eddigi szolgáltatással. Jó. Kérdezem a pénzügyi és településfejlesztési bizottságot. Egyébként nem tudom, hogy észrevetted egy Gyuri bácsi, hogy milyen demokratikus itt a légkeverés, itt 36 fok van Pászton, tehát a jegyzőre, a polgármesterre, az alpolgármesterre és rád korelnökre nem megy hűvös levegő, csak Káposzta Csabára, de... De ez nem akadályoz minket meg abban, hogy felelősségteljes döntést hozzunk, és... Tehát a pénzügyi és településfejlesztési bizottság megtárgyalt az előterjesztést, és 5 igen szavazattal támogatja azt, különösen úgy, hogy meg vannak elégedve a szolgáltatás minőségével, és még olcsóbb is. Nem, azért mondtam, Isten ments, nem, a Csabára kell, mert túl melegszik, bocsánat. Jó, de Gyuri bácsira helyes. Jó, köszönöm szépen, tehát a lényegbe belebeszéltem, intézményirányítás is megtárgyalt, intézményirányítás nem tárgyalta meg. Ja, mert még az előzőt nézem. Igen, megtárgyalt. Bocsánat, megtárgyalta, mégiscsak kell a hűtés. Tisztelt képviselőtestület, az intézményirányítási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen, 1 hangú szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, szavazzunk. Köszönöm szépen, 7 igen szavazattal megszavaztuk. A nagy meleg oldására, úgy nem tudom, hogy miért jutott ez eszembe, hogy még ízletes volt, és elég sós, és elég cukros, hogy valamikor a szocializmus utolsó éveiben, 1983-ban egészen pontosan, Kálvin téri aluljáróban megjelent egy falfirka, amelyik az volt írva félméteres betűkkel, komcsik, ne merjétek emelni a sajtos pogi árát. Mert ez volt, eltávolították nagyon hamar, majd másnap megint megjelent. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos üzenet volt. És akkor elérkeztünk az utolsó ponthoz, ahonnan mindenki mehet a fürdőkádba, strandra, ventilátor alá. Az pedig a civil és sport szervezet egyedi kérelmének elbírálása, Káposzta Csaba az előterjesztő, és hogyha jól ismerem Csabát, szóban ki akarja egészíteni az előterjesztést. Jó, köszönöm szépen. Mindig nyáron, majd 8. vagy 9. évben hagyomány, hogy Tour de Pásztó elnevezésű kerékpáros és futók is becsatlakoztak. Itt nagy részben 90%-ban pásztóiak lesznek részt, családok. Ezeknek a megvendégelésére volt egy pici baki, Varga Sebastian egy kicsit később adta be, de spótolta, úgyhogy reméljük, hogy máskor ilyenek nem lesznek, mert nem szeretnénk. Köszönöm. Igen, köszönöm, Jana. Francia gimnázium városa vagyunk, Tour de Pásztó, tehát úgy, mint a Tour de France, és az a kérdés, hogy a pénzügyi és településfejlesztési bizottság hosszas vita után egyébként, mert felhívtuk a szervezetek figyelmét arra, hogy ez az utolsó eset, hogy adminisztratív hibákat elnézünk, tehát teljesen mindegy, hogy a legközelebbit ki fogja elkövetni, nem fogunk támogatást adni. Tehát ezt hosszasan
hosszasan bogoztuk ezt a kérdéskört, de a településfejlesztési pénzügyi és településfejlesztési bizottság képviselőjét, Volek képviselőt kérdezem, hogy támogatja a bizottság. Képviselőtestület, a bizottság támogatta az előterjesztést 4 igen szavazottal. Igen, köszönöm szépen, kérem szavazzunk. Az intézményirányítási bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatja. Igen, köszönöm szépen, és akkor ennek ismeretében egészen más lesz a szavazás menete, ebben egészen biztos vagyok. Igen, közben hatan vagyunk csak a teremben, de így is határozatképesek vagyunk. 6 igen szavazattal a jelenlévők egyöntetűleg megszavazták. Köszönöm szépen a munkát, jó pihenést kívánok, küsödést mindenkinek. Bár most nincsenek kérdések és hozzászólások, szeretném elmondani, hogy a műszaki osztályt utasítottam arra, a műszaki osztály ügyintézőjét utasítottam arra, hogy a kártyúzásnak a szakszerűségét menet közben is és utólag is ellenőrizze, mert az nem rendjén való, hogy minden korábbinál több pénzt fordít az önkormányzat a kártyúzásra, és ahelyett, hogy elégedettséget okoznánk a lakóknak, csak dühöngenek teljesen jogosan, egyrészt, mert nem táblázzák ki az utat, másrészt, mert előre egy héttel korábban kivágják, harmadrészt meg este 9-kor végeznek munkát, tehát ez nem fordulhat elő, ez az egyik. A másik pedig az, hogy óriási, egyre zavaróbb a helyzet a hulladékgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtő konténerek körül, aminek két oka van, hogy korábban nem volt ilyen helyzet. Egyrészt nem volt ennyi szelektív hulladékgyűjtő konténer, mert ezeket körülbelül egy évvel ezelőtt pályázati pénzből helyeztük el egy-kettő kivételével. A Mágnes utcai ezek között volt, azt ezért meg is lehetett szüntetni, mert a fenntartási idő már lejárt. Ugyanakkor a hulladékgazdálkodási, a salgótarjáni hulladékgazdálkodási vállalat, aki ezeket a konténereket elszállítja, egyre rosszabb anyagi helyzetben van, csak úgy, mint az ország összes hulladékgazdálkodó cége, csődközeli helyzetben vannak, tehát nagyon megnézik azt, hogy mi mennyibe kerül nekik, és azt a hulladékgyűjtőt, azt a szelektív hulladékgyűjtőt, amelyikben háztartási szemetet raknak, tehát nem azt, ami rá van írva, amelyikre műanyag van írva, abban csak műanyag lehet, amire üveg van írva, csak üveg lehet benne, amelyikre papír, amelyikre fém, csak fém. Hogyha más van benne, akkor nem viszik el. Ennek következménye az, hogy hiába jönnek egy héten kétszer, amit az önkormányzat finanszíroz, adott esetben nem viszik el, és adott esetben azok, akik egyébként a szemetet belerakták a konténerbe, lerakják mellé ugyanazt a szemetet. Ezt a városgazdálkodás a saját költségére most elvégzi, de ezek nagyon sokba kerülnek, ezek a fuvarok. És azt kell tudni minden pásztorinak, hogy ezeket el fogjuk szállítani, mert nem hagyjuk, hogy a szemét felhalmozódjon a területen, de ezt a pénzt az adófizetőktől veszik el azok, akik nem tartják be az alapvető minimális szabályokat. Tehát a szemétért illik, szemétszállításért illik fizetni, abba a kukába bele lehet rakni a háztartási szemetet, egyébként meg szelektív hulladékgyűjtőben, ami ingyenes, csak szelektív szemetet lehet rakni, és egyébként meg ott van a hulladékudvar. Én arra kérek mindenkit, hogy ha olyat lát, aki ezt nem érti, vagy nem tartja be, akkor próbálja meg felvilágosítani. Tehát mindenki helyezze magát pedagógusi állományba, és egy kicsit nevelje azokat, akiket nem nevelt meg az apukájuk, meg az anyukájuk. Ezt szeretném kérni, mert sokba kerül nekünk, és egyébként meg borzasztó látvány. Szerintem engem zavar a legjobban, de akit fel ennyire zavar, annak is megértem a felháborodását. Úgyhogy látjuk ezeket a problémákat, és mivel kérdéseket most nem lehet feltenni, gondolom, hogy feltettétek volna kérdésként ezeket. Számos mással, Stromfeldudvar és a falunap, keresztesen falunap lesz, fellép a Kisbódi, a Kisguszti, és egyébként kétnapos lesz a falunap, mindenki menjen fel a városi honlapra, a Telekművelődési Központ honlapjára, már ott a plakát. A városban is kint vannak a plakátok, és a dátum az 12-13. 12-13, és akkor 20-át is elmondom, hogy augusztus 20-án reméljük, hogy lesz tűzijáték. Ebben a pillanatban még a katasztrófavédelem nem engedélyezi a nagy szárazságra való tekintettel. Próbáljuk megtalálni a kompromisszumot, ugye a városban bent már korábban sem engedélyezték, ezért vittük ki a Kishegyre. Most a Kishegyen sem akarják engedélyezni, de keressük a kapcsolatot, hogy locsolással,
előlocsolással meg lehessen tartani a tűzijátékot, annál is inkább, mert az egész programot a Kishegyre szerveztük. Két koncert is lenne a Kishegyen. Az egyik koncert az Varga Miki, azt hiszem, hogy ő van először, délután 5-kor? Délután 4-kor, bocsánat, és utána pedig Keresztes Ildikó 6 órakor, és este a tűzijáték, tehát egy nagyon jó augusztus 20-ának nézünk elébe. A közlekedést is megpróbáljuk megoldani úgy, hogy át lehessen jönni a Patakmedren visszafelé a régi, a MOL benzinkút mögött, tehát egy olyan átkelőt kialakítunk, ami szükség esetén használható. Intézkedünk, hogy ne legyen a patakban akkor nagy víz, hogy át lehessen menni, és busz az majd viszi a városból a városlakókat oda. De minden információ fent lesz a honlapon is, meg a Teleki honlapján is. Úgyhogy sok rendezvény lesz, és akkor utána a megyenap és a születi felvonulás, tehát győzzünk mulatozni. Jó, köszönöm szépen, most tovább nem mondom a programokat, mert lesz még rendkívüli testületi ülés. Köszönjük szépen, a kezét csókolom, jó éjszakát kívánok!